Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Vendégem volt itt a stúdióban Kanizsai Ákos, akivel természetesen a közelgő esküvő kiállításról beszélgettünk. Jó hírem van azoknak a pároknak, akik már tervezik a nagy napot. Az esküvő kiállításnak már sok éves hagyománya van itt Székesfehérváron. A rendezvény nagy segítséget nyújthat abban, hogy a NASZ tökéletesen sikerüljön. Az esküvő kiállítás januárban szokott lenni, a jó hír viszont az, hogy a szervezők úgy gondolták, hogy a januári kiállítás előtt még egy esküvő kiállítást szerveznek méghozzá idén. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben Kanizsai Ákos főszervezővel. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszöntelek én is téged, üdvözlök mindenkit. Miért tartottátok fontosnak, hogy megduplázzátok a rendezvényt? Ugye már volt egy januárban, lesz egy januárban, és most is szerveztek majd egyet. Két ok is felmerült, az egyik egy abszolút szakmai jellegű, hiszen évek óta egyfajta nyomást nehezedett rám a kiállítók részéről, hogy nekik már nagyon sokszor januárban tele van a naptárjuk. Szélsőséges esetekben, tehát ilyen március, április, illetve a szeptember-októberi hónapokban is tudnak bevállalni, de nyilván a fontosabb a nyári, május, június, július, augusztusi időszakok. Na most azok a szolgáltatók, akik ugye nem tudnak osztódni, tehát egy étterem, egy zenekar, vőfély, fényképész, videós, ők azok, akik ugye egy nap csak egy munkát tudnak bevállalni, tehát gyakorlatilag az ő részükre ez a régmúlt esküvői naptár, ami mondjuk 6-9 hónapra íródott, ez bőven másfél évekre tolódott már ki, tehát 12-18 hónapokra. És itt jött be az, hogy gyakorlatilag egy 2017 őszi kiállítás szól 2018-ra, és hivatott, hogy megtöltse a naptárakat. A 2018 januári sokkal inkább már 2019-es naptárakat kell, hogy megtöltsön. Milyen újdonságokkal találkozhatnak azok, akik ellátogatnak majd a kiállításra? Itt jön be a második ok tulajdonképpen, hogy a kiállítás évről évre már akkora szakmai sikernek örvend, már elmondhatom nem csak megyei és nem csak országos szinten, hanem már határon túlról is, hogy azok a kiállítók, akik évről évre jelentkeztek, de mindig egy kicsit lemaradtak, és aztán hallották, hogy ez milyen jó ez a kiállítás, részt szerettek volna venni valamilyen formában. Így most egy picit könnyebb dolgunk van, hiszen ez a két időpont, bár van átfedés, mert van olyan kiállító, aki mind a kettőre jön, gyakorlatilag ezt a nagyszámú kiállítói jelentkezést meg tudtuk osztani. Tehát gyakorlatilag ide is egy picit el tudtam rakni érdekességeket, oda is tudtam elrakni, és itt jön be az, hogy gyakorlatilag Erdélyből, Nagyváradról, illetve Beregszászról is van olyan kiállítóm, aki hallotta a hírét, és számomra, hogy visszakanyarodjak az érdekességekhez, egy olyan nemzetközi hírű ruhatervező fog jönni, aki mindemellett, hogy maga a ruha nem egy érdekesség az esküvőkiállításon, hanem már egy alap, az ő neve egy érdekesség, tehát a Mindák Viktóriának a neve. De mindig vadászok érdekességekre azért a kiállítás esetében, és jönnek ezek a ceremóniamesterek, jönnek a DJ-k, de gyakorlatilag az összes régi kiállítók között is, akik odafigyelnek a trendekre és az újdonságokra, meg tudnak annyira újulni mindig, hogy előrukkolnak olyan újdonságokkal, ami a kiállítás esetében újdonság, holott egy régi kiállító. Tehát elmondhatjuk azt egyébként, hogy esküvők tekintetében évről évre komoly újítások vannak. Tehát nagyon minden is. Évben ennyit változik ez a... Vannak, igen. Akár színekbe, tehát bejönnek új divatszínek, vagy divatirányzatok, letűnnek, aztán újra feljönnek. Tehát én magam is elcsodálkozom, akik csak mondjuk magát csak a kiállítást szervezi, hogy gyakorlatilag milyen újdonságokkal találkozok én is olyan kiállítók esetében, akik már régóta ott vannak. Persze, nagyon figyelik, nemzetközi szinten kijárnak kiállításokra, és onnan hoznak be ötleteket. Lehet-e tudni azt, hogy jövőre mik lesznek a trendek? Illetve mondtad, hogy a januári kiállítás tulajdonképpen már 19-re fókuszál, hogy mik azok, amik most divatba jönnek?
Volt olyan kiállító, aki jelzett már, hogy na, figyelj meg, hogy mivel fogok előrukkolni, de ez még titok, hát majd én is kíváncsi leszek. Én azt gondolom, hogy színekben mindenképpen, tehát vannak divat színek, minden évnek van felröppen egy színe, ahogy egy picit mi is változtattunk a kiállítás színén, mert azt mondtuk, hogy a szakma tudjon arról, hogy mi vagyunk a szervezői az őszinek, de egy picit színében meg akarunk változni, egy kicsit az őszi falevelekre hajazva, egy kicsit olyan óarany vagy bronzos szint kölcsönöztük a kiállításnak, míg a januári esetében maradtunk ugyanúgy a lilánál. Ez szerintem ugyanígy, akár a lufikban, akár a székszoknyában. Én már de láttam olyan esküvői tortát, ami fekete volt, vagy fekete-fehér, vagy, de milyen érdekesek, hogy egy babakocsiba is. Én az ember fennakad, hogy egy fekete színű babakocsit tolnak, de lehet, hogy ez egyfajta trend lett ott is. Hát a kiállítás esetében is nagyon, nagyon szélsőségesek is vannak. Jó pofák, persze, aztán egy kicsit lehet, hogy polgárpukkasztók is, de hogyha valakinek ez az ízlése, akkor miért ne őt szolgáljuk ki? Egyre merészebbek már az emberek, talán esküvő tekintetében is, talán elmerik engedni egy picit a megszokott hagyományokat. Nagy a nyomás a fiatalokon a szülők részéről, ez biztos. Évről évről elmondom, hogy a szülők befolyása magas. Sok esetben ők adják a pénzt. De hogyha sikerül úgy leülni a szülőkkel, az ifjú párnak, nyilván mind a négy szülővel, hogy mondjátok el az észrevételeket, mondjátok el azt, hogy miben tudtok segíteni, de hagyjátok ránk, mert ez rólunk szeretnénk, hogy rólunk szóljon, és mi szeretnénk a fő csapás irányokat lefektetni, akkor ugye bejöttek a vegyes párok abból a szempontból, hogy külföldi az egyik illető, és lehet, hogy onnan teljesen más trendet, vagy stílust, vagy bármit hoz magával, ami esetlegesen egy magyarok számára meghökkentő lehet, de ő számukra, hiszen ők fiatalok, világlátottak esetlegesen, teljesen más a stílusuk, hát legyen ő. Legyen az a stílus, legyen az a mérvadó. Igen, picit elkanyarodtunk a kiállítástól, beszéljünk arról, hogy mi az, amit megtapasztalhatnak, mi az, amit láthatnak majd azok, akik elmennek a kiállításra. Miért fontos, miért hasznos egyébként ez a kiállítás? Mert hogy összegyűjtünk számukra egy helyre minden olyan szolgáltatót, akik segíteni tudnak a nagy nap elkészültében. Tehát gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy ez egy piac, ahol mindent meg tud találni az ifjú pár, aki belép az ajtón, és az, hogy az egyik ilyen ízléssel dolgozik, a másik olyan ízléssel, ezáltal a szolgáltatók között is próbálom híresztelni, hogy nem konkurenciáról van szó, hanem igenis egy együttműködésről, egy partneri együttműködésről, hiszen a céljuk az, hogy ezt a két embert, akik belépnek ott az ajtón, kiszolgálják. Tehát gyakorlatilag az, hogyha valaki belép az ajtón, és azt mondja, hogy szeretnék választani egy cukrászt, nem kell az egyiknek és a másiknak egymást eltiporva küzdeni értük, hiszen hogyha az egyiknek olyan ízlése van, hogy nagyon édesnek találja az egyikük termékét, akkor a másikukhoz fog menni. Akkor hiába ölik egymást, de ugyanez ruhában, ugyanez meghívóban. Ha mindig minden kiállítónak, és nyilván erre törekszünk is, hogy más stílusokkal vonuljanak fel, akkor mindenki megtalálja magának a számítását, A-tól Z-ig gyakorlatilag. A meghívótól, a vőféjen át, az étteremig mindent. Hány kiállítótok lesz? 50 kiállítóm lesz most novemberben, és egy kicsivel több lesz majd januárban. Tehát nagyon sok kiállító lesz, és mondtad, hogy szinte az összes szolgáltatás megtalálható majd a kiállításon. Akár majdnem, hogy csak a komplett esküvőt le is tudja szervezni egyébként a pár? Persze. Viccesen azt szoktam mondani, hogy ha nem tetszik a férje, majd azt is lecseréljük. Persze, megtud mindent gyakorlatilag. Mindent, és mindenki. És nagyon sok ugye már a partner, tehát igazából nincs szó belterjes dologról, tehát hogy egyik a másikat ajánlja csak. Mindenki azt ajánlja, akivel szívesen dolgozik, akinek a minőségéért tűzbe teszi a kezét, és gyakorlatilag nem van szégyent vele. Tehát gyakorlatilag itt nagyon-nagyon jó partneri viszonyokról beszélünk. A kiállítókon kívül szoktatok programokkal is készülni. Mire lehet számítani ebben a tekintetben? Szoktunk ügyelni arra, hogy csak szakmai programokkal álljunk elő a színpadon. Ez azt jelenti, hogy amikor a ruhapróbák, illetve a divatbemutató megy a színpadon, egy kicsit megszakítva egyik szalon és másik szalon közé rakunk be
érdekességeket. Akár az új gyűrűtrendekről, az új virágkötészetről, egy új stílusról, ami bejön. Éppen az előbb jelentkezett nálam egy nagyon érdekes hölgy, stílus tanácsadással. Hát erre nekem rögtön kinyílt a szemem. Hát ilyen eddig nem volt a kiállításon, na, hogy érdekel, hogy ő megjelenjen ott. Ő abszolút színpadra termett ebből a szempontból, hiszen a fiataloknak egy olyan komplex tanácsot tud adni, nem csak a hozzáillő ruhához, hanem az egész kiállítás harmonikus szín választásánál például. Tök érdekes dolog, hát hogy érdekes. És más dolgok is. Tehát ugye beszéltünk a gyűrűről, beszéltünk a virágról, beszélgethetünk más az éttermeknél, akár az illik nem illikről, a zenekar választásánál mire kell odafigyelni. Most ugye bejöttek már a DJ-k is a mai világban, hogy ők felváltva egy kicsit a zenekart más stílustban adják elő, ugye, és más stílust vigyenek be a kiállításra, a nagy napra. De ugyanakkor a kiállításra is behoztak egy olyan érdekességet, amivel érdemes foglalkozni. És talán az is nagyon fontos, hogy a kiállításon nem csak standokkal, szórólapokkal találkozhatnak ugye majd az érdeklődők, hanem tényleg kóstolhatnak, taperolhatnak, fogdozhatnak. Igen, ez próbálhatnak. Igen, próbálhatnak. Erre nagy hangsúlyt fektettek egyébként? Tehát, hogy direkt így engedélyezett csak a kiállítóknak a megjelenés? Nem. Szerintem ezek önmaguktól gondolják, hogy ez mennyire fontos, és ez így is van. Ugye beszéljünk a cukrászokról, hiszen az ő termékeik az azonnal érezhető, hogy valakinek bejön vagy sem. A legtermészetesebb dolog, hogy ők kijönnek egy kóstolóval. Ilyen úgy szoktuk hívni, kis demo adagokat készítenek gyakorlatilag. Egy pillanatokat bekapja a falatot a látogató, a leendő ifjú pár, és azonnal tud dönteni arról, hogy akkor mi legyen. De ha az éttermek szoktak olyanokkal készülni már, hogyha van egy komolyabb érdeklődő, és mondjuk vacilál, gondolkodik még, akkor őt meglepti például egy próbavacsorával. Hozzák el a leendő anyóst, apóst is, és még egy 6-8 fős próbavacsorán vesznek részt, ahol meggyőzi őket az étterem, hogy ez az ízválaszték, ez bizony ott van, és nyugodtan merjék választani azt az éttermet. A ruháknál meg majdnem természetes, hiszen azt fel kell próbálni, hogy hogy áll rajta. Ugye a modellek azok túlságosan modellalkatúak ahhoz, hogy esetleg az érdeklődő vagy a leendő ifjú pár közül valamelyik, hát de jól áll rajta az öltöny, jó, de hát én mondjuk egy kicsit más alkat vagyok, rajtam nem fog olyan jól állni. Akkor válassz a stílusodhoz illőt, és hát ezért itt fontos a fölpróbálás. Különféle akciókkal is készülnek egyébként a kiállítók? Igen. Ez egyébként szinte mindennapos dolog az ő életükben. Nyilván itt, ahol koncentráltan jön a közönség, az érdeklődő közönség, a célirányos közönség, ott fontos az, hogy készüljenek olyan akciókkal, amik azonnal azonnal visszajelzést kapnak tulajdonképpen, hogy érdemes volt ott kint lenniük, és azonnal megrendelésük származik belőle. Milyenek egyébként a visszajelzések? Nem tudom, hogy kaptok-e pároktól, sikeres esküvőkről visszajelzéseket? Hát az én esetemben ez egy kicsit nehéz, hiszen én nem közvetlenül találkozom a látogatókkal, hanem inkább a kiállítók azok, akik referálni tudnak erről évről évre. Van olyan, hogy picit panaszképpen jelzi a vasárnap végén, hogy nekem annyira nem volt jó a kiállítás, úgy éreztem. Aztán lehet, hogy hónapokkal később mondja azt, hogy nem igaz, tényleg bejött, csak nem ott azonnal jött nekik a visszajelzés. Aztán volt olyan konkrét kiállítom, aki mesélte egy évvel ezelőtt, hogy hát sajnos a tavalyi kiállításom egy év mérleg után nem volt jó, de pár hónapra rá azt mondta, hogy visszamenőleg megérte neki a kiállítás. Tehát nekem ezek a visszajelzések a látogatók részéről egyfajta nem közvetlenül, hanem közvetetten, de mindig statisztikázunk a kiállításon, és mindig kérdezzük azért kifele menet a párokat, hogy mi volt a véleményük róla. Én nagyon kevés olyan emberről tudok, aki kvázi üres kézzel ment ki innen.
Mikor és hova kell menniük azoknak, akik kedvet kapnak az esküvő kiállításhoz? Hát most az őszihez jövő héten 18-án, 19-én kell jönniük, 10 órától 18 óráig tartunk nyitva. Az interneten, az elérhetőségeinken fönt lesz konkrétan a szakmai programoknak az óra szerinti besorolása, úgyhogy arra is konkrét, hogyha konkrétan szeretnének jönni, akkor is tudják ütemezni magukat, de 10 és 18 között várjuk őket szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, és azt is köszönöm, hogy itt voltál, megosztottad velünk mindezeket. Én pedig azt gondolom, hogy akik tervezik a nagy napot, azoknak mindenképpen érdemes ellátogatniuk az esküvő kiállításra. Márton napot tartottak a Liget-Sori Jóviban. A gyerkőcök az egész hét folyamán a Márton nap hagyományaival, történetével ismerkedtek, ezen kívül dalokat és verseket is tanultak. Libakereséssel kezdődött a Márton nap a Liget-Sori Jóviban. A gyerekek nagyon élvezték a programot, a megtalált libáért cserébe mécsest kaptak. A szülők szerint ez a program nagyszerű hagyomány az óvodában. Természetes, hogy eljövünk és megnézzük, ezt minden ilyen programot nagyon szívesen fogadunk. Fontosnak tartjátok a hagyományőrzést, illetve a hagyományok ápolását? Persze, igen, és nagyon örülök, hogy például a kisebbik kisfiamnál éppen volt nyílt nap, és ott el is mesélték a gyerekeknek, az nekem is jó volt, egy kis felfrissítésképpen mindenképpen, és örülök, hogy az óvoda ezt felkarolja, a hagyományoknak az ápolását. A Liget-Sori óvisok egész héten mártonnapi énekeket, mondókákat tanultak, és hallhattak történeteket Szent Mártonról is. Programunk alapja a hagyományőrzés, hagyományápolás. Ennek a jegyében szerveztük, rendeztük ezt a mai napot. Ez általában áthatja az óvodai életet, a gyerekek életét, a dolgozók életét, és ezt a mai napot is. Mivel témahetekben dolgozunk, ezt a programot, már ezt a Márton napot, ezt már egy hete, hétfő óta próbáljuk megvalósítani. Természetesen a 3-7 éves gyerekek életkorának megfelelő szinten. A mai nap folyamán úgy gondoltuk, mivel ezt már évek óta ezt a programot megvalósítjuk, egy kicsit kiterjesszük úgy, hogy a szülők is részt vehessenek ebben. Első körben a gyerekek libát keresnek, aztán mikor megtalálták, cserébe egy kis mécsest kapnak, amellyel majd a program végén körbe járjuk ezt a szép tavat, ami most a természeti adottságainknak megköszönhetjük. A mártonnapi program részeként zsíros kenyérrel és teával vendégelték meg a szülőket és a gyerekeket. A délután közös énekléssel és felvonulással zárult. A Vasvári Pál Általános Iskolában is Márton napoztak. Az iskola néptáncosai adtak műsort, illetve a gyerekek felidézték a hagyományokat, így egy sokadalom kerekedett az udvaron. Dalokkal, színpadi műsorral, néptánccal kezdődött a mártonnapi műsor a Vasvári Pál Általános Iskolában. A csütörtöki napon minden Szent Mártonról szólt. A gyerekek természetesen kívülről fújják, milyen hagyomány vagy népszokás fűződik a mártonnaphoz. Márton egy katona volt, és apja kívánságára lett katona, és később rájött, hogy nem a császárt akarja szolgálni, hanem Istent. És ugye papnak állt, és... Ugye fő papá akarták avatni, és de ő nem akart az lenni. Bebújt a libaolva, de a libák elárulták a gágogásukkal, hogy ott van, és ezért lett pap. A hagyomány szerint ugye a libát pirosra ropogósra sütik, és ugye mindig megnézik a májcsontjáról, hogy milyen lesz a tél, hogy megjósolják belőle. Ha a csont barna, akkor esős, a fehér, akkor havastelet vártak.
Tanultatok erről egyébként itt az órán? Elmondta a tanítónéni? Igen, elmondta nekünk Kriszti néni még tavaly, de minden évben beszélgetünk erről, és Kriszti nekünk csinált is tavaly egy ilyen, a táblán egy ilyen kis sorozatot, hogy lemutassa nekünk. Mennyire szereted ezeket a hagyományokat? Hát nagyon, nagyon szeretem olvasni őket, hallgatni őket. Az iskola igazgatója szerint nagy hangsúlyt fektet az iskola a hagyományok ápolására. Igyekeztünk kedvet csinálni egyrészt ahhoz, hogy az óviban, ahol valószínűleg szintén meg fognak emlékezni erről a jeles napról, erről a jeles hagyományról, hogy már ráhangolódjanak, másrészt, hogy érdemes ezeket a szép történelmi hagyományra bíró napokat megtartani családi körben is. A gyerekek részt vehettek egy mártonnapi sokadalomban is. Játékpénzért árulták portékáikat. Az iskola egyik nem titkolt célja, hogy a programmal bemutassák az iskolát az óvisok számára, és minél több gyerkőcöt ismertessenek meg a Vasvárival. Az iskolában több értékközvetítő és képességfejlesztő program működik. Ez annyit jelent, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek képességeinek fejlesztésére. Tanulóik számára biztosítanak többek között úszást, néptánc tanulást, idegen nyelvek oktatását. Biztosan emlékeznek, hogy évelején két kollégánk is fogyókúrába kezdett, illetve elkötelezték magukat az egészséges életmód mellett. A heti feedben Fiers Gábor mesél a tapasztalatairól. Sziasztok, a héten a heti feedben Fiers Gábor kollégánknak az eredményeit vesszük górcső alá. Nos, hogyha a Gábort elnézzük, akkor mondhatjuk talán azt, hogy jót tett neki a múltkori kis elnyebelnye. Sőt, szerintem a Gábor volt az, akiben láttam azt, hogy szeretné, meg megvan a célja, viszont pont amiről az elén beszélgettünk, hogy nem biztos, hogy azt találtuk meg, ami neki a legmegfelelőbb. És talán az, amit most jól elkaptunk, hogy jófajta edzést, jófajta edzőt azt kapta meg, amire neki a személyiségének szüksége van, és a siker kulcsa talán ebben áll, hogy válasz olyan sportot, válasz olyan szenvedést idézőjelbe, ahol nem is szenvedsz, vagy mosolyogva szenvedsz. És a Gábornál azt látom, hogy Orsinkhoz jár, Bánhidi Orsinkhoz, ő így van, mosolyog, jól érzi magát, bohóckodnak, és mellette pedig minden edzésen meghal azért, hogy amit kitűzött célul, azt megcsináljam. Sőt, talán inkább az van, hogy nem is érdekli már a célja, hanem hogy csinálja és élvezi azt, hogy ő sportolhat, és a sportnak ez az egyik legnagyobb előnye, hogy nem feltétlenül hozadékát nézem, hanem azt, hogy kikapcsolódom, van rajtam stressz, van valami egész napos teher, amit viszek, és eljövök egy ilyen edzésre, ami akár az Orsinál is van, és nem tudok arra koncentrálni, hogy úristen, az irodában nem tudom, mit hagytam el, mert gyakorlatilag magával ragad ez egyrészt a hangulat, kettő pedig, amikor a gyakorlatot úgy kell csinálnom, nem tudok arra gondolni, hogy jó, de az irodában akkor bemegyek, hogyha holnap is, akkor, mert nem működik. Egyszerűen kikapcsolsz, és nem tudsz másra koncentrálni, mint az edzésre. És a Gábor ezt elkapta, úgyhogy megvan a fonal. Nem csak az elnyebelnye, hanem saját magam, meg az életem is rákényszerített arra, hogy valamit csinálni kell most már, hiszen a cipőfűző megkötése, elérése eleve hatalmas problémát okozott, úgyhogy nekiálltam intenzíven,
heti 3 edzés hors csinál, megteszi a hatását, még egy pár perc után is az ember liheg bőven, illetve azért egyéb mozgásokat is beiktatok, heti egyszer járok kardiózni, amikor csak sétálok, evezek, illetve egyszer azért elmegyek úszni is. Amikor még januárban beszélgettünk az ilyen napokról, akkor ezt mondhatjuk talán, hogy ezt így kizártnak tartottad volna, hogy heti mondjuk 5 napot mozgással foglalkozol? Abszolút nem egyébként, tehát benne volt a pakliban az, hogy én mozgok ennyit, mert nagyon szerettem én régen gyerekkoromban is mozogni, csak aztán az élet úgy hozta, hogy kevesebbet mozogtam. A kérdés igazából az volt szerintem, hogy találunk-e olyan mozgásformát, amit megszeretek, amit megszerettetnek velem, és ez sikerült, mert az Orsi nagyon megszerettette velem ezt a talán felnőtt testnevelés órának nevezhető úgynevezett funkcionális edzést, ami mindig változatos, tehát mindig más csinálunk, gyakorlatilag néhány elem van, ami standard felbukkan, de egyébként ezen felül nagyjából mindig más és újabb mozgásformák jönnek be. Mi a következő cél? Hát most nagyjából járok olyan 103-105 kiló között. A cél az lenne, hogy karácsonyra mondjuk 100 alatt legyek, tehát ilyen 97-95 kiló környéken, és ott szerintem én már tök jó is vagyok. Mondhatjuk azt, hogy töredéke idő alatt hozta azt az eredményt, amit korábban kellett volna az elmúlt hónapok alatt. És hozzáteszem, hogy én azóta ilyen vicces beszámolókat, mint emlékszünk ugye a lábedzés után meghalt az autóban című videójára, nem is láttam tőle. Ez jó. Szerintem ez jó. Mert hogy teljesen természetessé vált az, hogy ő meghalt. És ez már nem nagy szám, ez nem olyan, hogy most akkor kivégezte magát. Szerintem az is sokat segíthetett, hogy már lehet, hogy nem eszik annyit, mert mondjuk az a stressz, ami miatt ő lehet, hogy egy picit stressz evő volt, azt mondjuk egy jófajta mozgással el tudta vezetni, és akkor az van, hogy mint amikor egy nagyon sebes folyót beterelünk egy jó mederbe, akkor tudunk rajta egy picit alakítani, és szerintem a Gábor most nagyon sokat alakított magán, hogy az, ami miatt ő esetleg többet evett, és nem mozgott, és nem tudom, az úgy alakította át magában, hogy a sporttal megoldja ezt a dolgot, hogy ne kelljen stresszből lenni. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!